Nyád, ugye egy régi 200 éves gimnázium, és azt szoktam mondani, hogy ott születtem, Szekszárdon, ahol Babics, ahol Mésző, ott jártam iskolába, ahol Petőfi meg Illyés, és ott voltam szerelmes egy Etelkába, ahol Vörös Marti Mihály, mert itt lakott. Szóval a hagyomány és a hagyomány tisztelete az nagyon fontos az ember életében, ha az erős, súlyos, akkor agyonnyom. De ha az mögötted van, és érzed, és tudod, hogy mosolyog rád, akkor sokkal könnyebb. Hát apám meg anyám postások voltak, tehát ez volt a posta. A szüleim postások voltak. A lakásunk egy épületben volt a hivatallal. A postán gyakran helyettesítettem a szüleimet. 10 éves koromban már egész nyárra beültettek a hivatalba anyám helyére. Mindent tudtam, amit ott tudni kellett. A telefonközpont kezelését is. Nos, rájöttem arra, belehallgatva a szabad vonalba, hogy a falu rendőre minden nap hangulatjelentést ad a faluban történt dolgokról. 56 után vagyunk. Azért itt vagyunk, mert itt mögöttem van 3 ablak. Ez volt az osztálytermünk, és én 4 éven keresztül, abban az ablakon keresztül néztem ki. Ugye itt ültem és néztem kifelé, és csak a borús vagy a napos eget láttam. És ez azért érdekes, mert Illyésnek van egy híres verse, a Bonyhádi ég. Szállt épp felém a labda. Elészaladva úgy rúgtam vissza, magam is vele szálltam egy darabig. Hogy vitte, vitte, szívemet szinte beléd, Bonyhádi gimnazista ég. Szállt szemmel láthatóan a vágy. Hova hult? Nem emlékezem. Mintha valami odafenn maradt volna belőled, ifjúság. A kollégium az meg jó jelzőt kéne találni. Egy kicsit a szigor és a kegyetlenség között volt. Szóval olyan szigor volt, mint a katonaságnál. Régi vagy a történelmi Magyarország az ilyen kis városokból állt, mint Bonyhád. Ezt el kell mondanom, kollégiumok nélkül magyar növekedés történetet nem lehet írni. Itt a tanárok ugyanolyan fontosak voltak, mint azok az osztálytársak, kollégista társak, akik melletted ültek. Az utolsó dolgozat az József Attiláról szólt. És hát akkor egy merészet gondoltam, és leírtam, egy levelet írtam József Attilának. Ha tevelen járok, mindig megállok a lépcső aljában, amely most másnak tűnik. Más is, mert középre vaskorlátokat szereltek. E képet nézve, erre a lépcsősorra gondolva én tudom, hogy ott fönt legalább 5 irányba visz tovább az út. De mielőtt fölérnék, hadd nézzek vissza pihenésként is, mint mindig. Hát, ha jön valaki. Messze ott lent a lépcsősor elején én is látok egy fiúcskát. Fehér ingben, fehér zokniban, rövid kék nadrágban és szvetterben jön fölfelé. Mondjam-e nevét? Nem mondom, úgyis mindenki kitalálja. De én azt is látom, hogy utána jönnek még sokan. Ági, Anti, Guszti, Erzsi, Éva, Laji, Laci és a többiek. Ám itt a kép hirtelen megáll, mint a filmben. Mint otthon a moziban, ha megmerevedik a mozgókép, mert elszakadt a film. De itt nem a film szakadt el. Az idő múlt el. Bár az is lehet, hogy a film véget ér. Csak a vége feliratot nem vettük észre.